a két különböző pángeneráció jeles képviselőjét hívtuk meg ide ma este az akváriumban. Molnár Tamás az Antifitness Klub egykor énekese, illetve Szekeres András Zsánkizból. Szevasztok! Ciao. Hát viszonylag hamar azért egy elég érdekes és távolra mutató beszélgetés bontakozott ki erről, hogy mi is ez a punk, mert hogy ez nem egy könnyen meghatározható műfaj. Ti, amikor elkezdtetek zenélni, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, először tőled Andris, aztán majd tőled Tomi, rögtön tudtátok, amikor először összeállt a zenekar, hogy mi most punkot fogunk játszani, vagy ez így kristályosodott? Igazából én egy punk zenekarba kerültem be, tehát a Junkies az gyakorlatilag létezett, amikor én a tagja lettem, és pont akkor fordult ebben a punkos irányba, tehát pont erről is beszélgettünk el, hogy egyáltalán nem voltunk hitelesek, a nagyon true punkok kinéztek, vagy lenéztek bennünket, és nem fogadtak el. Hát egyébként hallottam most visszacsatolva, hogy Zoli egy ilyen turnés, ilyen szállásos széttörő sztorival gúnyított, az nem nagyon menő. Hát, nyilván, az nem nagyon punk? Hát úgy érzed, hogy punk, de tehát annál valami... Hát persze, igen. Az igazi punkok hogy nyomják akkor? Nem tudom, ennek idején én alapvetően metal zenéket hallgattam, és mikor a zenekarba kerültem, akkor volt az a punk vonulat, ami meghatározó volt érthető okokban, mivel ugye nem tudtunk játszani a hangszereinket, tehát a zenekarba tanultunk megzenélni, így egyértelmű volt, hogy ez az irányzat a viszonylag egyszerű zeneiségével, ami könnyen elsajátítható lesz nekünk, illetve amelyik vonalon el tudunk kínálni. Emellett természetesen szeretjük mindannyian, tehát hogy abszolút közel állt. A felkal dobosunk inkább ezt a szemét punk vonalat vitte, ezt az igénytelent, és akkor ez alakult és változott az évek során. Tehát volt olyan, amikor rám szólt, hogy ne énekeljél már, volt egy dallam fordulat, és ebből egy komoly vita alakult ki, a próbál, hogy ne énekeljél már. Szóval, hogy ez alakult utána nyilván az évek során először ez a kaliforniai irányzat volt, ez ami jelentősen meghatározó volt, ezekhez két punkokkal, meg aztán volt pop-punk is, szóval, hogy viszonylag széles spektrumon mozgott. Igen, azért ezek a fogalmak, amiket itt említünk, hogy a punk azért a zeneiségnek picit a hiánya, meg igénytelenség hordozza magában valószínűleg azt is, hogy a punk szóhoz jönnek ezek a nagyon durva sztorik. És azért gondolom, nektek is van egy-két ilyen, mint a punk jeles képviselői. Nem tudom, nagyon durvának nem mondanám, de emlékszem, mikor még annak idején a Kultiplexben volt egy Prozektúra 15. születésnap, ahol Konfliktus játszott, akkor a szervező felhívott minket, akkor olyan punkportál szinten eléggé menő, vagy kezdett feljönni a zenekar, felhívott minket, hogy lehetne jönni játszani, nagyon örültünk ennek, majd mondta, hogy be kell szállni a plakátkölcsön, mondtam, hogy ne haragudj, de semmi pénzünk nincsen, tehát ez biztos, hogy esélytelen. És akkor utána teltek múltak az idők, majd láttuk, hogy ki van plakátolva a város. Prozektúra, Konflikt, Antifitness Klub, mondom, hát ez óriás, mert akkor játszunk. És akkor előtte egy nappal felhívott az ember, hogy akkor be kell szállni a plakátkölcsön, mondom, ne haragudj, de hogy továbbra is esélytelen, akkor hozzatok kaját. És nem igazán tudtuk, hogy kell ezt intézni, de akkor szóltam a fekának, hogy anyukának szólja, és főzön egy kondér paprikás kombinát, vittem 3 kg szeletet kenyeret, és akkor megérkeztünk a helyszínre, akkor nyilvánvalóan felmerült a kérdés, hogy ezt kinek kell átadni, a szervező nem nagyon próbálkozott elkérni tőlünk ezt a dolgot, úgyhogy letettük ott a Kultiplex öltözőjébe, és akkor azt vettük észre, hogy körbeültük így a zenekarot, a Prozektúrával a Konfliktust, és akkor tulajdonképpen a szeletet kenyérrel, a kondérból a hideg paprikás kombit így megettük, és annyira jó fejnek tartottak minket ezáltal, tehát ezek a pesti gyerekek ezekben kaját is hoztak. De ez tök jó sztori. Még kaját is hoztak, ugye eljött a Konflikt egy 3 állomásos turnéra, a Prozektúrával mentünk utána 20 állomásra. És oda már nem kellett kaját vinni. Oda már. Pedig elvárták volna, az hívtak bele. Ezért gondolom, Andris, titeket se került el a punk életmód itt az utóbbi 22 évben. Nekünk annyi volt, hogy az elején, amikor turnéztunk, akkor úgy mentünk, hogy nem volt soha szállásunk, és ott a helyszínen próbáltuk valahogy. Tehát annyira finnyás punkok voltunk, hogy kocsiban azért nem szerettünk aludni, tudod. Úgyhogy kellett valami ágy alánk. És az én feladatom volt az, hogy körbe elrem a koncert után a koncertemet, és mindenkitől megkérdezem, hogy főleg nyilván a csajoktól, hogy lehet ott aludni. És akkor, amikor végül is pozitív választ kaptam, akkor mondtam, hogy oké, itt van a zenekar, még a Ródok, és akkor így próbálkoztunk. Jók a punk csajok egyébként? Nem kérdeznek vissza se. viszont esélyes, hogy ilyen a hagymás zsíros kenyér szagúak. Diplomatikusan fogalmaztunk. De akkoriban volt az, hogy tényleg nem is tudom, hogy mikor aludtunk, mert az volt, hogy buli orvérzésig
két óra alvás után mentünk tovább a következő állomásra. Sőt, arra is emlékszem, hogy Kaposvaron egyszer nem találtuk el szállást, és a vesonát minket a szervező fasz, és mondta, hogy van egy ilyen két négyzetméteres bódi, olyan fűtetlen, és úgy aludtunk ott, hogy télvíz idején, hogy tényleg, mint a herinkonzerv, és így egymást próbáltuk így melegíteni, meg mindent. Hát az na jó, de hát ez izgalmas volt. Erről szól a punk életmód egyébként. Itt azért 22 évet végén, ez nem semmi, sokat változott, viszont azóta a punk kultúra, meg a punk közönség. Mert most iszonyatosan szofisztikálódtak, nem? Tehát, hogy annyira nem éli reneszánszát, de lehet, hogy én nem vagyok elég figyelmes, vagy nagyon elrejtőzött kis klubokban megy ez, hogy én úgy veszem észre, hogy ez annyira manapság nem dívik, mint annak idején. Azért annak idején az ilyen nagyobb helyek is romig voltak olyan arcokkal, most meg mintha ez így annyira már nem... Én úgy gondolom, hogy ez szépen beépült mindenkinek az elébe, tehát a Junkies is nagy kanállal táplálkozik a punkból, tehát ez így belénk van. Belénk ivódott, és velünk együtt él tovább. Igen, és azért te, ha már itt a Junkies-t emlegettük meg az utóbbi 22 évet a Junkies történetéből, a Junkies-nek a 20. születésnapján énekelhettél, amikor te 40 éves voltál, azért ez egy nagy dolog volt. Igen. Még annak idején ugye megtanultam, hogy ezt, hogy a kaját viszek, akkor ez igen, így és jó. És olyan születésnap ajándékot hozott nekem, egy fénykép is van róla, meg fogom osztani majd, hogy megnézi a Junkies-nak az oldalt, most direkt meg fogom osztani. Egy kiló kenyeret kaptam tőle. Igen, mert hogy nagyon elég születésnapom. Mert hogy egy sikeres ember, 40 éves, van egy remek zenekara, dalszerző, stb. Van egy gyönyörű lánya, meg egy gyönyörű felsége, hát mit kívánhat még az ember? Nyilván kiló kenyer, az meg mindig jól jön. Kaptam egy kiló kenyeret. Tehát ennyi volt a sztori, hogy ha már kaja, akkor... Hát ezt a színpadon adtam egy nyilván illedelmesen. Nagyon és tök jó volt a koncert. Ki lehet szerintetek? Köszönöm a meghívást. Ki lehet szerintetek egyébként nőni ebből a punk életérzésben? Hát alapvetően nem, tehát hogy valahogy mindig ott bújik az emberben szerintem. Lehet ezt leplezni, meg palástolni, csak nem érdemes. Na egyébként az volt, hogy nyilván sokat komolyodtunk, főleg én. És de néha azért tényleg kiugrik belőlem is a kis ördög, kis punk kis ördög. Sokat tudna mesélni barátunk. Srácok, köszönöm, hogy itt voltatok Punksnál, de köszi szépen. Hajrá a zenével, akár punk, akár nem, nyomassátok, mint az állat.